A bejei magyarok az elsők között hoztak létre HMDK alapszervezetet. 1994-ben alakultak meg Eszéken. Tevékenységükkel elsősorban a háború miatt a szülőföldjük elhagyására kényszerült magyaroknak adtak alkalmat a találkozásra, így téve elviselhetővé számukra azokat a nehéz éveket. A békés reintegráció után mindenki a saját otthona felújításával volt elfoglalva, de emellett a szervezetet is újjáalakították. A háború alatt Eszéken működtünk, vagy amikor hazatértünk, akkor mindenkinek volt gondja, baja a ház körül, akkor nem mindjárt kezdtünk el dolgozni, de akkor már kicsit magunkhoz tértünk, akkor már elkezdtünk dolgozni. Akkor először is gyűjtöttük a magyarságot, hogy legyen minél több tagunk, hogy minél többen összejöjjünk. És akkor így kezdődött a munka. Talán az volt a legrosszabb, hogy nem volt helységünk. Mikor már hozzájutottunk egy rendes helységhez, ahol tudtunk működni, akkor minden héten egyszer összejöttünk. Dolgoztunk, kiállításokat szerveztünk, akkor lassan utaztunk is. Most már én is elfelejtettem, megöregettem. A bejei kultúrotthon nagy termében összegyűlt ünneplő magyarokat és a környékbeli HMDK alapszervezetek delegáltjait Varga Gábor a HMDK bejei alapszervezetének jelenlegi elnöke köszöntötte és foglalta össze a szervezet eddigi munkáját. Beszélt a klub tevékenységükről, a magyar és a horvát nemzeti ünnepek alkalmából szervezett összejöveteleikről, a magyar hagyományápoló tevékenységükről, az első és a jelenlegi székhelyük megnyitásáról, rendezvényeikről, valamint azokról a több éve tartó kapcsolatokról, amelyeket más civil szervezetekkel alakítottak ki. A bejei szervezet mai nap avval foglalkozik, hogy minél jobban próbálja tömöríteni ezt a kis magyarságot, ami még megmaradt Bején, mert sajnos Bején mindegy majdnem urbán helységben nagy az asszimiláció, és nagyon esik a magyarság száma. Tehát ennek az érdekében szervezünk kiállításokat, szervezünk előadásokat, szervezünk utakat Magyarországra, hogy jobban megismerjük az anyaországot, és ami a legnagyobb rendezvényünk, ami van, azok a várnapok. Szerencsére 2019 óta, ahogy megépült a médiaház, ott találtunk a felszinten nagyon szép és új helyet, ahol kibírjuk bontakozni azokat a dolgokat, amivel akarunk foglalkozni. Az egybegyűlteket Jankovics Róbert a HMDK országos elnöke is köszöntötte, és a HMDK bejei alapszervezetének eddigi munkáját Zsejko Cickaja bejei járás előjárója is méltatta. Az eseményen oklevélben részesítették Varga Gábort és Sarácz Jánost az egyesületben végzett munkájukért, valamint Jankovics Róbertet a szervezet mindenkori támogatásáért. Az ünnepi műsorban közreműködött az Alfalusi Vegyeskara Sepsei Népdalkör, a bejei Horvát Táncsoport, a Kopácsi Tabirózsa és a Csúzai Csárdás Népi Táncegyüttes.